okostelefonokon futtatható alkalmazás. Hétről hétre pontonként mutatja be választási programját az LMP, a Lehet más a politika győri polgármester jelöltje, annak ellenére bizakodó a választásokat illetően, hogy a győri közgyűlésben még sohasem ült LMP-s képviselő. Egy hely biztos, akár többre is számíthatunk, remélem, hogy meglepetést fogunk okozni. A fizetőparkolás eltörlése a belvárosban. A demokratikus koalíció is legalább egy, de inkább több képviselőt delegálna az új győri közgyűlésbe. Polgármester jelöltjük szerint az eddigi kampány tapasztalatok alapján erre reális esélyük van. Mi azt szeretnénk, hogy kettő képviselő minimum legyen a közgyűlésben demokratikus koalíció. Ugye a miniszterelnök, ahogy fogalmazott, bármi megtörténhet ebben a világban, dolgozni fogunk, és reményeink szerint ezt az eredményt el tudjuk érni. Az MSZP együtt választási koalíció jelöltjeinek egynegyede nő. A győri baloldal polgármester jelöltje biztos benne, hogy 2-3 jelöltjük bejut majd az októberi választás után felálló városi közgyűlésbe. Nagyon bízom abban, hogy a jelöltjeink közül, mert hogy a 25%-a jelöltjeinknek nő, többen bejutnak majd, és tényleg egy emberarcú, lakhatóbb Győr képe rajzolódik majd ki. Az IFI házat ugye 73-ban a vagongyárnak a munkásai társadalmi munkában építettek. A Jobbik is a közgyűlésbe készül, polgármester jelöltjük már több alkalommal megerősítette, hogy egynél több képviselőt küldenének a testületbe. A mai sajtótájékoztató rövid lesz, de annál értékesebb bejelentést szeretnék tenni. A jelenlegi közgyűlésben nagy többségben lévő Fidesz-KDNP alig 2 nap alatt a szükséges támogatói aláírások 3-szorosát adta le a választási irodán. Borkai Zsolt szerint érződik a jelöltjeik felé áradó bizalom, amivel szeretnének is élni, és legalább 14 körzetben megnyernék az októberi választásokat. Érezzük azt a támogatást, és éreztük azt a támogatást a aláírásgyűjtések idejében, hogy valóban az emberek támogatják a képviselőjelöltjeinket. Természetesen nem szeretnénk abba hagyni a gyűjtést, pontosan azért, hogy minél többször és több ízben el tudjunk látogatni a lakossághoz, a választópolgárokhoz, és ott tudjunk találkozni velük. A győri közgyűlésnek 23 tagja van, plusz a polgármester. A választásokon induló pártok viszont képzeletben már jó előre több mint 30 helyet osztottak szét maguk között. De hogy kinek volt, illetve van oka valóban optimizmusta, azt október 12-én az urnákhoz járuló győriek döntik majd el.